Bogdíves trükköket fogok mutatni. Botti vagyok, és az első trükköm, amit meg fogok mutatni, egy kártyatrükk lesz. Bármilyen kártyával meg lehet ezt csinálni. Ez úgy van, hogy szétterítem kártyát. Elveszem a legalsót, és így vezetem rajta az ujjam, és megállpírom is be. Ezt úgy is meg lehet csinálni, hogy így kihúzom lap felét, és így balval csúsztatom. Így. A második trükk, amit be fogok mutatni, az úgy lesz, hogy itt egy papírpénz, és itt van két gémkapocs. Összehajtom a papírpénzt, belerakok egy gémkapcsot, még egy gémkapcsot, széthúztam, és két gémkapocs egybe van. Újra megmutatom, még egyszer, hogy jobban lássátok. Összetöröm a két pénzt, belerakok egy gémkapcsot, belerakok még egy gémkapcsot, széthúzom, és a két gémkapcs újra egyben van. A harmadik trükk, amit meg fogok mutatni, ez úgy van, hogy itt a golyó, kientem az asztalra, berakom a tenyerembe, párszor megrázom, és már nincs itt, hanem itt a pohárban. Még párszor megrázom, és egyet ráfújok, már nincs itt, hanem itt a tenyeremben. Újra megmutatom, itt a golyó, kiveszem, megrázom, és már is itt a golyó, nem pedig a kezemben. Ha újra megrázom, és ráfújok, akkor már nincs itt, hanem itt újra a kezemben. Az utolsó trükköz. Érkeztünk, aminél úgy lesz, hogy itt egy ilyen rövid kötél. Csinálok rajta egy pár kötést. És a kötésnél, meg is mutatom, így széthúzom, és nincs rajta semmi már. Sziasztok!